Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Györffy István Nagykomúzeumban, és hamarosan nyílik Kabai László kiállítása, így gyönyörű képek között beszélgetünk. Hogyan születtek ezek a képek? Ez most külön erre a kiállításra, vagy egy valamilyen összegzése ez a mai kiállítás egy évnek, esetleg egy valami hosszabb munkának? Nem, ez nem erre az alkalommal készült, ez egy régebbi, egy olyan 2010-11 óta készül anyag, ami kezdődött annak idején a Kaposvári Művészeti Főiskolára jártam, és ott egy szakdolgozatot készítettem meg egy filmet, és azzal kapcsolatban fotografáltam a pusztát, meg embereket, és az első konon datálható 2010-ből. Hát az utóbbi egy-két évben, a túlnyomó részt az utóbbi egy-két évben készültek, de nem tudatosultak erre, hogy kiálltam őket, csak úgy gyűltek. Nagyon sok kép, meg sorozatok, szóval most csináltam egy ilyen válogatást. És hát azért vannak kedvenc témák, kedvenc emberek, hiszen Dobos Imre bácsi azért nagyon sokszor visszaköszön, nem csak a filmben, itt is az ő tanyája, és a tanyasi emberek, az ott található állatok, mozdulatok, egy-egy víztócsában megtükröződő árnyék, tehát azt hiszem, hogy ez az igazi művészi feldolgozása annak, ami mellett esetleg egy átlag ember elmenne. Így van, ezt jól mondtad végül is. Ezek az emberek elég jól ismerem már, tehát ezek úgy készülnek, hogy nem első alkalommal csak úgy, hanem 4-5-ször, vagy legalább 8-szor beszélgetek velük, jól megismerem, mint emberként, aztán esetleg sikerül egy jó portrét csinálni. Vagy a táj is ugyanez a tájjal kapcsolatban is, de az emberekkel egyértelműen ez a lényeg ennek, hogy nagyon jól ismerem őket, tehát másképp nem lehet jó portrét készíteni. És hát gondolom, hogy azért vannak kedvenc témák, kedvenc határészek, amelyek azért itt látjuk, hogy évszakonként is meg vannak fotózva. És mondjuk mi az a legnagyobb időszak, amit egyetlen egy fotóért el kellett tölteni, mert egy olyan mozdulatot várt, amire órákat, napokat, heteket ki kellett menni. Van-e itt olyan kép, ami? Igen, vannak ilyen képek, például az a számvetés, az a portré, az kb. Hát, két és fél évnek a termése, tehát legalább a 8-ot találkoztam azzal a hölgyel, hogy igazából megfogjam azt az igazi, túlmutasson a, tehát a fotográfia pillanatának van egy ilyen mágiája a pillanatnak, hogy azt elkapjam, hogy az azt helyezze ki, ami hát magát az ember mögött levő, nem csak az embernek a külsejét, illetve a megnyilvánását, hanem az egész embert. És hát gondolom éppen emiatt készült az fekete-fehérben, hiszen vannak színes képek is, és fekete-fehérek is. Hát igen, a szín az nem mindig kell, amíg az zavaró. Hát az, hogy valaki számvetés készít, az azt jelenti, hogy nem csak a birkákat számolja meg, hanem önmagával is számolt van az életére. Most azt, hogy színesben nem megy, nem hiszem, hogy különösebben sokat jelentene valakinek, de azt szinte el kell hagyni. Vannak, mikor viszont kellenek a színek kompozíció szempontból, vagy éppen szemvezetésnek, vagy valaminek, vagy egyáltalán a színről szól a dolog, de ez nem a színekről szól. És a festőművész mennyire komponálja meg a fotókat, vagy inkább a pillanat örökítődik meg itt is? Hát nagyon megkomponálja. Nem véletlenül tanultam festészetet, nem véletlenül vagy a kézművész, vagy festő, hát a kompozíciót itt is úgy használom, a kompozíciós technikákat. Tehát mindeniknek megvan kompozíciója. Én azt hiszem, hogy itt mindenki már rácsodálkozott jó néhány képre. Én azt kívánom, hogy nagyon sok hasonló tálat legyen még, és lehetne egyszer talán, vagy lehet, hogy már készülőben is van esetleg egy naptáron, vagy valamilyen kézbefogható kiadványban is megnézni ezeket a képeket. Hát nem hiszem, most még egyelőre nincsenek közel jövőben, hogy más anyagom, de azért vannak műtermi felvételeim, és azokat majd lehet, hogy egyszerűen megmutatom azokat is. Most pillanatilag csak ennyi az anyag, de elég szép anyag ez is, úgy gondolom egyelőre. Ezébként van több száz, több ezer felvételem, ami hasonló kvalitások, de ugye mindent nem lehet kiáltani. Tehát azért a közösség oldalon is szoktunk látni egy-egy képet, amit úgy fölkerülnek. Én azt hiszem, hogy ez is egy jó idézőjel téve reklámozási cél erre a célra. Én azt kívánom, hogy sok-sok pillanatot lessen még el Karcagon és környékén, és tényleg ilyen szép képeket örökítsen még meg nekünk. Nagyon szépen köszönöm a interjút, és további szép napokat kívánok mindenkinek, meg a kedves nézőknek is. És örülök, hogy ilyen sokan eljöttek.